Sakasodtak azok az esetek tolnán, amikor alkoholos befolyásoltság hatására randalidozókat kellett rendre utasítani. Emellett a boltok környékén és a közparkokban is eldobált üvegek és dobozok csúfították a környezetet. A folyamat megakadályozása érdekében született előterjesztést fogadtak el a képviselők. Korábban volt már egy ilyen rendeletünk, még jó néhány évvel ezelőtt alkotott az önkormányzat egy ilyen rendeletet, és a jogszabályi környezet arra kényszerített bennünket, hogy ezt visszavonjuk. De most újra lehetőségünk van arra, hogy megtiltsuk a közterületen lévő, vagy a közterületen lévő italfogyasztást, szeszes italfogyasztást. Azzal indokolta ezt a döntést az előterjesztő, aki a jegyzőasszony volt egyébként, hogy nagyon sok bejelentés érkezett a kisboltok körüli Szeméthegyről, az alkoholos befolyásoltság alatt lévő személyek randalírozásáról. Egyébként például a parkoknak, és itt nagyon fontos kiemelni a Dunaparton, az Altaripa Szabadidő Parkot, ott is elég gyakran fordult az elő, hogy alkoholos befolyásoltság alatt fiatalok vagy kevésbé fiatalok ott randalíroztak. A rendőrség többször intézkedett, de ez miatt nem tudott, mert nem volt meg ez a jogi felhatalmazása. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy az emberek jól érezzék magukat a városban, közterületeken is, de lehetőség szerint most tartózkodjanak a szeszes ital fogyasztásától. A szabály természetesen nem vonatkozik a rendezvények idejére és helyszíneire sem, mondta Appelszofer Ágnes polgármester. Itt arról van szó, hogy az utcákon és a parkokban megtiltottuk azt, hogy valaki akár csak üres sörös üveg és pálinkás üveg mellett szórakozzon, mert hogy a jegyzőasszony, aki a rendeletet megírta, azt javasolta, hogy azért elég szemfülesek lehetnek akár itt az alkoholfogyasztók. Tehát ne csak azt tiltsuk meg, hogy éppen amikor látják, hogy fogyaszt alkoholt, hanem hogyha egy olyan nyitott szeszes ital tartalmazó üveg van, vagy doboz van a kezében, akkor amiben szemmel láthatóan éppen nem iszik, de hát feltételezhetően mégiscsak iszik, tehát nyitott pálinkás és erős üveggel sem lehet közterületen tartózkodni. A szabályszegők ellen szabálysértési eljárás indul, a rendőrség teszi majd meg a szükséges lépéseket. A rendelet október 1-től lesz hatályos. A Appelszofer Ágnes polgármester azt mondta, egy európai kisvárosban a minimum a már, hogy a fontosabb köztereken és intézményekben az emberek szabadon tájékozhassanak a világháló információiról. Éppen ezért született döntés a Free Wi-Fi hálózat kiépítéséről. Egy olyan lehetőség tárult elénk, mondjuk fél évvel ezelőtt, amiben lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is támogatást, tehát egy pályázatból valósul meg, kapunk pályázati forrást arra, hogy közterületeken wifi-t biztosítsunk a fiatalok, idősebbek, tehát a telefont használók, internetet használók számára, és korábban már döntöttünk arról, hogy hol lesznek ezek a helyszínek. Ezek zömmel a nagy parkok, illetve sportcsarnok, lelátó sportcsarnokok és az intézmények környezetében lesznek. És most kiválasztottuk azt a szolgáltatót, akivel szerződést fogunk kötni, úgyhogy én azt remélem, hogy minél előbb kiépítésre kerül ez a hálózat, és minél előbb szabadon tudják használni ezt a felhasználók. Korábban egy olyan felvetés is érkezett az egyik képviselőtársamtól, hogy este 11-ig lehessen, vagy biztosítsuk mi ezt a szolgáltatást. A pályázat ezt nem teszi lehetővé. Én magam egyébként akár még egyet is értenék vele, mert hogy 11 után nem feltétlenül volna egyébként szükség rá, mert hogy se a sportlétesítményeket nem használják már 11 óra után, se a közparkokat, de erre nincs lehetőség, tehát a nap 24 órájában biztosítani fogjuk ezeken a területeken a szabad internet használatot. A rendszer kiépítésére rövidesen sor kerül, így minden tolnai és ideérkező könnyebben tájékozódik majd a városról, vagy éppen a világ dolgairól.